Jégkorong csapatunk az elmúlt években számos tétmérkőzést vívott határainkon túli csapatok ellen. A magyar bázisú ligának régóta tagja a Csíkszereda és a Brassó, de megfordult a mezőnyben szlovákiai, román vagy éppen szerb csapat is. Ausztria képviseletében azonban először csatlakozott egyesület az Erste Liga mezőnyéhez, méghozzá a nagy hírű, Ebel címvédő bécsi Vienna Capitals második csapata. De hogyan edzés játszik mérkőzéseket, milyen körülmények között éli mindennapjait egy ekkora nyugat-európai klub? Ennek jártunk utána a Ferencváros első bécsi vendégjátéka során. Itt vagyunk Bécsben, mögöttem látható az Albert Schulz Eishalle, ahol a Vienna Capitals jégkorong csapata, illetve az osztrák jégkorong válogatott játssza a soros mérkőzéseit. Egy igen komoly jégsportcentrumról van szó, három külön jégpálya található egymás mellett. A Ferencváros a Vienna Capitals második számú csapatával a hármas számú csarnokban fog játszani, és éppen várjuk, hogy megérkezzen a csapatunk a csapatbusszal, és akkor utána megnézzük, hogy hogyan is néz ki ez a pálya belülről. Összesen három jégfelületünk van, most épp a hármas számúban vagyunk. A centerpályánk 7500 néző befogadására alkalmas, ott játssza a nagy csapat az Ebel mérkőzéseket. A kettes egy edzőpálya, ez pedig a hármas, egy 1500 férőhelyes kisebb csarnok, a farm csapatunk Erste Liga meccseinek otthona. Nem sokára itt lép jégre a Ferencváros is. Ahogy hallottam, a Fradi egy jó csapat, úgyhogy jó meccs lesz. Kemény és gyors meccsre számítunk, de a mieinknek egyelőre a tanulás a legfontosabb. Általában 300-400 néző jár ki a kicsik meccseire, de most sok vendégszurkoló is jött, úgyhogy jó lesz a hangulat. Many from the parents from the games and also from the district, from the 22 district from Vienna. A jó mérkőzéshez természetesen minőségi jégfelületre is szükség van. Erről pedig a hármas számú csarnokban hétről hétre egy magyar jégmester is gondoskodik. Vajdaságból számolunk, Szabadkáról. Nekem a nagymamám már itt él valami 45 éve, én még 35 éve kint vagyok Bécsben. Én csupa véletlenül kerültem ide, mert én villantechnikus vagyok, és akkor kerestek villantechnikust, és így jelentkeztem, és akkor elfogadtak. Eismeister vagyok, csinálom a jeget, meg villantechnikus vagyok, és az áramra vagyok felelős, meg a meccseket így levezetni, meg jeget csinálni, javításokat, és ami még jön hozzá. Hét Eismeister van, és akkor föl vagyunk osztva. Délelőtt vagyunk négyen, délután vagyunk ketten. Mikor meccsek vannak fönt, mikor ébél meccsek vannak, akkor négyen vagyunk, vagy hároman felelősek. És hogyan vélekedik a bécsi körülményekről a mieink szakvezetése? Many times, but not in this ring. I played in the big ring in the Albert Schulz Halle. Nagyon sokszor játszottam már itt meccset a korábbi csapataimmal, igaz nem ezen a jégen, hanem a nagy csarnokban. A Capitals egy hatalmas és komoly erőt képviselő klub. Minden körülmény adott a színvonalas munkához, remek az utánpótlásuk. Van két jó felnőtt csapatuk, három színvonalas jégfelületük egy helyen, szóval jó ide jönni. Ez a hármas csarnok is nagyon jó, ráadásul hasonló a jég mérete, mint otthon Pest-Szent Erzsébeten. A Capitalsnak ráadásul a második csapata is erős, többen visszajátszanak az Ebelből is. Gyorsak, jól korcsolyáznak. Kemény ütközetre számítok, de minden körülmény adott a jó meccsekhez. A vendégeknek is mindenük megvan, az edzőknek külön öltözőt adnak, minden profi olyan, amilyennek lennie kell. Yeah, everything is perfect. The coaches get their own dressing room. This is professional. It's like it should be.
Itt vagyunk az Albert Schulz Eishalle 3-as számú jégcsarnokában, ahogy látható mögöttem a játékosok már a jégen melegítenek. Megismertük kívülről, belülről a csarnokot, minden fontos információt tudunk róla, úgyhogy innentől kezdve már a játékosainkon a sor, hogy megnyerjék a Liga történet első Vienna Capitals Ferencváros mérkőzését. Get up!